Madridfalván a védengzés 258. évfordulójára emlékeztek a résztvevők, melyen felszólalt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Beszédében kiemelte, a székelyek, ha akkor a császári hadsereghez való kapcsolódás mellett döntenek, nem csak saját vállukra vesznek fegyvert, hanem gyermekeik és utódaik vállára is. Ezért kiemelkedő fontosságú a székely szabadság melletti kiállás, tette hozzá Potápi Árpád János. Január 7-én azokra a lemészárolt férfiakra, nőkre, gyermekekre emlékezünk, akikkel szemben elfogytak a birodalom érvei, és a legkegyetlenebb módon fejezték ki, hogy a székelyek szabadságába semmi esetre sem nyugodhatnak bele. Emlékezzünk a veszedelemre azért is, mert megtanít bennünket reménykedni a jövőben. Akik ugyanis minket igába akartak hajtani, ma már sehol sincsenek. S mi mégis büszkén állunk ki Magyarországon, Erdélyben, a Kárpát-medencében, a régi szabadságunk ügye mellett. Összetartozunk. Ez volt az üzenete a megemlékezést követően rendezett hagyományos székelydisznóvágásnak, melynek keretében a Tolna megyei küldöttség tagjai és a madéfalviak közösen végezték el a munkát. Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere szerint, bár évszázadokon keresztül szétválasztva éltek egymástól, úgy tűnik, hogy sok székely szokást, hagyományt megőriztek Magyarországon. Az apró különbségek ellenére megmaradtak a hagyományaink, és ez az, ami megőrzi identitásunkat, és reméljük, hogy kapcsolatunkat Bonyhád és Madéfalva között, mely továbbra is virágozni fog, vélekedett a polgármester.